A Bema, a Móricz vagy éppen a Tiszavasvári úton lévő tornacsarnok után a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium tornaterme is megszépült, az ünnepélyes átadásra szombaton került sor. Köszönjük a segítséget nyilván a TAO támogatás biztosító cégek vezetőinek és a beruházásban közreműködőknek. A 42 millió forintos beruházás igazi összefogás eredményeként valósulhatott meg. A szakképzési centrum és polgármester úr is nagyban segített minket abban, hogy az NGM-től egy plusz forrás le tudjunk hívni, amely kiegészítette az önerő keretét, illetve TAO támogatásból valósult meg a 70%-a. A fejlesztést a Nyíregyházi Kosárlabdát Szerető Közhasznú Egyesülete koordinálta. A beruházás során két modern, összecsúgható kosárlabdapalánkot is beszereltek, de teljesen kicserélték a parkettát, a bordásfalat és megszépültek az öltözők is. Ez a város tornaterem felújítási programjának az újabb eredménye. 7. tornaterem újult meg Nyíregyházán, és a következő 5 is előkészítés alatt van. Konkrétan előkészítettük, a TAO biztosítása rendben lesz, remélem, hogy a következő 2 év alatt azok is megvalósulnak. És ezzel Nyíregyházán a mindennapos testnevelés, a sportolás, infrastruktúrális feltételei azt gondolom, hogy soha nem látott színvonalra emelkedtek, ami a kitűzött célunk. A teremben vívja majd a jövőben bajnoki mérkőzéseit a Sunshine Nyíkse MB2-es együttese, akik így igazi otthonra találtak, de örültek a fejlesztésnek a bánki vezetői is. A testnevelő tanáraink azok, akik tudhatják a nagyon nagy különbséget, hogyha beléptek ide, ők látták a múltat, ők látják a jelent, összehasonlíthatatlan. Tehát fantasztikus, egy új termet kaptunk, nagyon örülünk neki, alig várjuk, hogy birtokba vehessük már. Folyamatosan kérdezték a gyerekek, hogy mikor lehet már birtokba venni, és ugye hétfőtől már tornázhatnak benne, úgyhogy szuper dolog. Az iskolában további fejlesztések várhatók. A Nyíkse most azt tervezi, tavasszal a szabadban építenek kosárlabda palánkokat, így a fiatalok az egyre népszerűbb B33 játékot is űzhetik.